valamikor nagy hagyománya volt Magyarországon a kalendáriumoknak. Az olvasók egész évben szívesen forgatták ezeket a kiadványokat. Ma ez talán nincs így, viszont talán éppen ezért is különleges, hogy most egy ilyen munkát mutathatunk be a következő percekben. Mikortól vannak Magyarországon kalendáriumok? A 16. századtól kezdve indult a kalendáriumok kiadása, és a 19. században érték nagy virágkorukat. Tulajdonképpen a legszélesebb népréteg sokszor egyetlen olvasmánya volt. Készültek olcsó kivitelbe, és készültek drágább, nagyobb kalendáriumok is a jobban fizető népréteg részére. Igazából ezekben a kalendáriumokban minden benne volt. Nem csak naptár volt ez, hanem közölték a vármegyei statisztikákat, a tisztikar címlistáját, a pesti ügyvédeket, közölték a vásárok helyét, idejét, a végén a születéseket, halálozásokat is, nagyon-nagyon sok mindent. Tulajdonképpen az újságot helyettesítette az egyszerű néprétek számára. Nagyon-nagyon várták a megjelenését, hogy megvehessék az évi kalendáriumot, és nem is dobták ki, nagy becsben tartották az utókor számára, és ha a magamkorúak még felmehettek nagyanyáik, dédnagyanyáik padlására, bizony még ott találhattak összekötözve kalendáriumokat, amelyben lehetett csemegézni. A kezemben egy 1840. évi szükű, azaz 366 napból álló esztendőre kiadott, közhasznú és mulattató nemzeti vagy hazai kalendáriumot tartok. Kalendárium régiesen a Trattner Félre nyomdában készült. Trattner János Tamás 1717-ben született, bécsi udvari nyomdász volt és nagyon-nagyon tehetséges, emellett pedig jó üzleti érzékkel rendelkezett. Amikor már volt nyomdája Bécsben, Linzben, Zágrában, Triestben, akkor Mária Teréziától engedélyt kapott, hogy Pesten is nyithasson egyet. Ezt a pesti nyomdát rábízta testvérére, Trattner Mátyásra, aki egy jó darabig nagy tehetséggel vezette is a nyomdát, megidősödvén ráhagyta a fia keresztapjának bécsi testvérére, ez egy kicsit így bonyolult, akit szintén Trattner János Tamásnak hívtak. Az ő halála után visszaszállt a nyomda vezetése újra már nagyon idős Trattner Mátyásra. Tőle Károly István örökölte, aki a veje volt, és sajnos ő is nagyon hamar meghalt, túl hamar ahhoz, hogy a nyomdát igazából fellendíthesse, és a család nagyon nehezen boldogult a nyomda és kiadóvállalat működtetésével, teljesen potompénzen, egy jelképes összegért tudta megvenni egyik nyomdász, Bucsánszki Alajos. Ő azonban folytatta a kalendáriumok kiadását. Hogyha ügyesen és mindig a néprétegek ízlésének megfelelően alakították a tartalmát, jól jövedelmeztek ezek a kalendáriumok. Bucsánszki után az őveje Rózsa Kálmán örökölte a nyomdát, és ennek a könyvnek a különleges értéke, hogy ez a kalendárium, a Trattner féle kalendárium megérte a 100. évfolyamot, annak ellenére, hogy ilyen sok tulajdonos váltás volt közben. Magyarorsi Jánost milyen kapcsolat fűzte ehhez a kiadványhoz? Magyarorsi János is úgy látszik, hogy nagyon kedvelte a kalendáriumokat, mert haszonnal forgatta. Szinte minden lapján, a naptári részben találhatunk bejegyzéseket, saját magánéletére, személyes vonatkozásban is, de gazdasági életet is jegyzett bele. Például mikor, milyen lovakat fedeztettek, milyen kis csikó született, a borjak születését feljegyezte. Úgyhogy igazából ezek a kalendáriumok, ezért is szokták mondani, hogy
a néprajz számára is feltétlenül kutató forrás lehet, valamint irodalmi és művelődés történeti szempontból is nagyon fontosak manapság. Ez a kötet sajnos már újra kötött, de mind a mai napig megtekinthető, és az adományozó betűrendes leltárában a 435-ös számot kapta.